Növényvédőszerek ellenőrizetlen használata azért éri el a 70%-ot, mert Szerbiában anélkül is bejegyezhetnek új növényvédőszereket, hogy csatolnák azok teljes toxikológiai dokumentációját. 2009-ben született meg az a törvény, amely értelmében szükség lenne a teljes dokumentáció bemutatására, azonban a törvény alkalmazását idén, január 1-jére halasztották. Időközben pedig megjelent egy útmutató, amely még 4 évig lehetővé teszi a szerek bejegyzését a teljes toxikológiai dokumentáció nélkül. Vojcsina Izabella növényvédelmi agrármérnök szerint nagyon fontos lenne a toxikológiai anyagok kivizsgálása. A növényvédő szereknek a toxikológiai kivizsgálása sajnos itt nálunk Szerbiában nem volt törvénybe foglalva, tehát nem kötelezték egyetlen vegyszergyárat se a toxikológiai kivizsgálásra, viszont ez 2015-től változni fog, 2015-től kötelezők lesznek minden vegyszernek, hogy meglegyen a toxikológiai kivizsgálása. Na most valójában ez mit jelent? A toxikológiai kivizsgálás az azt jelenti, hogy a vegyszerek hogy jutnak be a szervezetbe, tehát szájon keresztül, bőrön keresztül, pedig beléglekzés formájában. Ez mindegyiknél meg kell, hogy legyen határozva. Na most a toxikológiai kivizsgálások azoknak a vegyszereknek, amelyik külföldről jönnek be, és amik az Európai Unióban le vannak regisztrálva, azoknak majdnem mindegyiknek megvan a toxikológiai kivizsgálása. Ami még talán nagyon lényeges, hogy hát tudjuk, hogy honnan jönnek be ugye hozzánk a vegyszerek, főleg a vegyszereknek az aktív anyagjai, amiket itt állítanak össze, tehát ezeknek legnagyobb része nincs is meg a toxikológiai kivizsgálása.